Az alapszakasz győzteseként a 8. helyen végző Diós Győriekkel vívott 3 nyert meccsig tartó párharc a negyeddöntőben a Nyíregyházi együttes. A papírforma sima Fátum továbbjutást ígért, és Németh Szabolcs együttese nem is cáfolt el a várakozásokra, mindhárom találkozó 3-0-ás nyíregyházi győzelemmel zárult. A bajnoki döntőben a Vasas lesz a Nyíregyháza ellenfele. A játékosoknak külön meg kellett találni önmagukban azt a fajta motivációt, amivel nem csak megnyerik ezeket a mérkőzéseket, hanem fel tudjuk használni ezeket a mérkőzéseket arra, hogy tovább és tovább fejlődjünk. Bár a két csapat között azért megmutatkozott a különbség, magán a tabellán is, hogy az első az utolsóval játszott, és azért mérkőzésen belül is tudtuk tartani azt a 10-12 pontos előnyt folyamatosan, és pont ezért mondom, hogy itt nagyon nagy szükség volt a játékosok hozzáállására, ami azt eredményezte, hogy végig fent tudtuk tartani a koncentrációt. Volt egy-egy olyan mérkőzés, amikor ez egy picit hullámzó volt, de hát ugyanúgy emberek és ezek ilyen velejáró dolgok, amikor tényleg két olyan csapat találkozik, ami alapjában véve két különböző célért küzd, ugye mi küzdünk a bajnoki címért, a Diósgyőr a bennmaradásért fog küzdeni, de itt a mi játékosunkon végig azt éreztem, hogy ezeket a mérkőzéseket annak ellenére, hogy meg kell nyerni, tehát ez egyfajta kötelező győzelem volt, ezek ellenére is megpróbálták azt a belső motivációt tartani, ami az előrelépésünket segíti a következőkben. A csapat liberója Tóth Fruzsina szerint a 3-0-ás eredmények ellenére mindhárom meccsen meg kellett küzdeniük a győzelemért. Nagyon kellett koncentrálni ahhoz, hogy ez így sikerüljön. Próbáltunk új elemeket belecsempészni a játékunkba. Úgy érzem, hogy ez sikerült is. Ezzel is próbáltunk készülni a kupadöntőre. A Magyar Kupa elődöntőjében március 13-án az Újpest ellen lép pályára a Nyíregyházi együttes. Az Újpest megmutatta azt, hogy mire képes akár egy Vasassal szembe, tehát tényleg nagy ellenállást mutatott a négy közé jutott Vasas ellen, tehát nagyon-nagyon apró dolgokon múlt nekik, tehát megmutatták azt, hogy tudnak játszani. Ami hozzáteszem, nekünk ez kellő időben jött, mert ugye egy jó arcú utét tudtunk megismerni, amiből ugye a következő időben tudunk készülni. Amennyire ugye azt az arcát mutatta az Újpest, hogy nehezebb lehet őket legyőzni, nekünk annyival talán jobb, hogy egy ilyen jó állapotú, jó képességű útét tudunk majd elemezni, és ezekből fölkészülni, és talán nem fog érni minket meglepetés, de egy mérkőzés, azt az egy mérkőzésen ugyanolyan gömbölyű labda nekünk is, mint nekik, és tényleg minden ellenállást mutatni kell ahhoz, hogy a kupa döntőbe első körben bejussunk, és utána beszélhessünk arról, hogy a kupát meg is nyerjük. A Magyar Kupa másik elődöntőjében a Békés Csaba a Kaposvár ellen játszik Budapesten, a Ludovika Arénában.